Szaunár Gábor vagyok, Várpalotán élek. A fényképezéssel körülbelül 6 éve, 2013-ban kerültem szorosabb kapcsolatba, bár korábban, amikor a telefonok, az első kamerás telefonok így megérkeztek, 2008-9 környékén, akkor az első komoly fizetésemből vásároltam egy jobb telefont, és azzal magamnak kezdtem el fényképezni. Ez körülbelül 3 évig csináltam, amikor is az egyik szitakötős fényképemmel neveztem egy ilyen természetfotós pályázatra, amit meg is nyertem pillanatok alatt, és igazából ez volt az első visszajelzés, az, hogy talán valamiben mégiscsak jó vagyok, úgyhogy ezt a vonalat nekiálltam követni. A DSLR-ek világába akkor kerültem bele, amikor egy korábbi párkapcsolatom van, a barátnőm nagyon sok fotózásra járt, ugyanis modell volt. Ekkor én elkísértem rengeteg fényképezésre, ahol így igazából a fényképezőgépnek a másik oldaláról követhettem végig, hogy hogyan is áll össze egy fényképezés egészen a sminkeléstől, a hajkészítéstől, a beállításoktól, a fényképezésen keresztül a szerkesztésig. 2013-ban vásároltam az első fényképezőgépemet, és próbáltam autodidakta módon megtanulni a sajátos perspektíváimat, illetve az utómunkákat. Ezeket mind az interneten tanultam meg, illetve egy-két könyv is hozzájárult ehhez, mint például Scott Kelbynek a Photoshop leckéi, amivel rengeteg trükköt tanultam. A beállításokat viszont mind saját magam tapasztaltam ki, hogy hogyan is működik a fényképezőgép. A fényképezőgép vásárlásán a Finaltában manuálra állítottam a gépet, és azóta szinte semmit nem használtam automata üzemmódba, inkább kitapasztaltam, hogy mikor, milyen beállítással, milyen kép készül, és végül is így sikerült vele tanulnom a szakmába. Alapvetően szociális beállítottság vagyok, tehát emberek között érzem jól magamat, ami szinte már az elején eldöntötte azt, hogy én embereket szeretnék fényképezni. Ez megnyilvánul portrékba, gyermekfényképezés, családi portrék, illetve esküvők. Az esküvők kifejezetten közel állnak hozzám, ugyanis nagyon szeretem azt a közeget, ahol gyakorlatilag mindenki boldog, csinos, jól érzi magát, és ez az érzelmi impulzus, ami egy esküvőn megtalálható, ez engem is feltölt energiával, és nagyon otthonosan mozgok így az ismeretlen emberek között is, illetve az esküvőnek az egész világában. Gyakorlatilag minden fotózási stílushoz szenvedély kell, nagyban befolyásolja az is, hogy az ember milyen beállítottságú. Vannak, akik szociálisabb beállítottságúak, vannak, akik viszont inkább ilyen filozófikusak. És az utóbbi leginkább abban teljesedik ki, hogy elmegy egy napfelkeltét, egy naplementét, akár makrózik, állatokat fotóz, és akár egy-egy képért több órát is tud ülni, vagy éppen egy fán lenni és megvárni a pillanatot. Míg vannak azok a fotósok, mint például én is, akik úgy érzik jól magukat, hogy emberek között vannak, interakció van, beszélgetések vannak. Szerintem akkor lesz tele egy kép érzelmekkel, amikor a fotóalany nem tudja, hogy fényképezzük. Ugyanis amikor a kamera felé fordul, akkor már nem önmagát adja, legalábbis így vettem észre. Nagyon fontos még az, hogy milyen a kapcsolat a fotóalany és a fotós között, hogy például néhány fotózás előtt ragaszkodom ahhoz, hogy leüljek velük egy-egy kávéra vagy egy üdítőre, hogy jobban megismerjük egymást, és ilyenkor a fotózás alkalmával már nem úgy, mint egy ismeretlen emberként megyek oda, hanem mint akik már egyszer találkoztak és beszélgettek, és ilyenkor sokkal őszintébb érzelmeket tudok fotózni az arcokon. A felkéréseim során általában megmondják nekem, hogy milyen jellegű lesz a fényképezés. Ezen belül viszont szinte mindig szabad kezet adnak nekem, viszont én mindig az elképzeléseket meg szoktam kérdezni tőlük, hogy képzelik el magukat,
ilyen környezetben, hogy szeretnék viszont látni magukat, mutassanak nekem fényképeket, amiket láttak mondjuk az interneten, hogy na, akkor ilyen, meg ilyen hasonló, és ilyenkor ezeket nem lemásoljuk, hanem inkább közös nevező alá húzzuk az elképzeléseket. Fotózásaim során általában szabad kezet adnak nekem, mint például egy gyerekportrénál. Teljesen rám van bízva, hogy képzelem el a képeket, és általában ez egyezik is az ő elképzelésükkel. Tehát a szabadság ebben a szakmában egy máshogy is megnyilvánul. Világéletemben szerettem a szabadságot, ezért nagyon kevés munkahelyen tudtam megmaradni sokáig. Ez nem azt jelenti, hogy elviselhetetlen jellem voltam, csak szintén nem szeretem, amikor megmondják, hogy időre mit, hogyan csináljak meg, és a fotózásban találtam meg igazából önmagamat, mert itt akkor dolgozok, amikor én szeretnék, ha kell, akkor havonta 300 órát is, de úgy, hogy önmagamnak, és nem másnak. Általában egyébként úgy szoktam, ott szoktam elkészíteni, ahol általában laknak az alanyok. Vagy hogyha van elképzelés például egy esküvőn, hogy akkor ők kinéztek egy kastélyt maguknak, vagy egy tóvidéket, akkor oda megyünk. Szabad téren általában csak a fényképezőgépet szoktam vinni, illetve egy terítőlapot. Szeretek természetes fényekkel dolgozni. Néhányszor használok vakut is, amikor indokolt például derítésnek, viszont stúdióban sokkal több felszerelést kell használni, ott már vannak stúdióvakuk, hátterek, távkioldók, díszletek. Sokkalban szeretek szabadtéren fényképezni, mert igazából a természet adta lehetőségek azok korlátlanok, nem lehet két egyforma képet készíteni, mint például egy műterembe, ahol általában van egy háttér, illetve 4-5 pozíció beállítás, ami egy kiismerít egy műtermi fotózás, de például szabadtéren egy-két lépéssel arrébb megyek, és már is más a háttér, már is mások a fényviszonyok, és sokkal jobban érzem magamat otthon, mint a négy fal közé zárva. Stúdióban természetesen használok vakut, rendszervakut is, rendszervakú csoportokat, illetve stúdióvakut. Kellett egy kis idő, amíg beletanultam, főleg a fényformálásba, de viszonylag hamar beletanultam, ezt is ugyanúgy, mint a többit interneten néztem meg, mikor hány fényt kell használni, milyen portrévilágításokat, mikor melyik előnyös és melyik nem. Az utómunka idő intervalluma változó. Például amikor iskolákból és óvodákból fényképezek, akkor a háttér és a díszlet ugyanaz. Csak az alany változik, ilyenkor szinte elég egy képet megszerkeszteni, és az összes többire rá lehet húzni ugyanazt az effektet. Míg szabadtéren, illetve egyéni portréknál, amikor akár több órát fényképezek valakit, ott azért lehet akár fél óra is egy-egy kép megszerkesztése, de azt mondom, hogy átlagban körülbelül 5-10 perc egy fénykép megszerkesztése. Általában tetszik a megrendelőimnek a végeredmény, néhányszor szoktak utólagos változtatást kérni, de ez csak annyiban nyilvánul meg, hogy szűkebbre vágjam a képet, illetve mondjuk csináljam meg ezt fekete-fehérbe, vagy hogy mondjuk alapból fekete-fehérbe csináltam meg egy fényképet, akkor átküldeném-e az eredeti színes verziót is. De mindig tetszik a végeredmény nekik.
legfőbb inspiráló fotós számomra Liza Holloway, egy amerikai 11 gyermekes anyuka és fotós, aki csak természetes fényeket használ, illetve nagyon-nagyon komoly utómunkát tesz bele a fényképeibe. Egy-egy képet néha 5-6 órán keresztül is szerkeszt. Ő nagyrészt a saját gyermekeit, illetve más családokat fényképez, viszont a képeinek a hatása olyan, mintha egy mesevilágban lennének. Sokan nem szeretik, amikor túl van úgymond csicsázva egy fénykép, jobban szeretik a természetességet. Én viszont szeretem, hogyha egy picikét erősebbek rajta színek, kicsikét meg van photoshopolva. Ez nem azt jelenti, hogy porcelán babát csinálok az arcokból, csak inkább a környezetet szeretem meseszerűbbé tenni. Ebben a szakmában elkerülhetetlen, hogy ne találkozzunk más fotósok fényképeivel. Úgy vettem észre magamon is, meg jellemzően másoknál is, hogy mindenki kritikus szemmel nézi a másik munkáját, de néha a kritika mögött titkon elismerés van. Úgyhogy igen, meg szoktam nézegetni. Magyarországon szintén egy női fotós az egyik kedvencem, ő Koncsol Tünde, esküvői fotós, és amikor először megláttam a fényképeit, talán az volt az a pont, hogy elhatároztam, hogy én esküvőfotós szeretnék lenni. Ahogy mindent ezt is meg lehet tanulni, igazából itt, ami a legfontosabb, hogy milyen személyiség van a kamera mögött. Ugyanis, ha valaki például szereti a portrékat, szeretne portrézni, viszont kevésbé érzi magát otthon emberek között, akkor az nagyon nehéz úgy fényképezni embereket, hogy nem szereti valaki az embereket. A technikai részét pedig meg lehet tanulni. Ki lehet tapasztalni akár saját magától is, illetve hogyha kevesebb ideje van erre, akkor iskolákban, tanfolyamokon, vagy akár interneten meg lehet szerezni azt a bizonyos tudást, ami alapján el lehet indulni, és később kialakítani a sajátos perspektívákat. Naprakésznek kell lenni technikailag, illetve felkészülni mindenfajta eshetőségre. Az én esetemben például nagyon fontos az, hogy a rendelkezésemre álljon akár egy másodlagos fényképezőgép is, vagy például az újabb gépeknél a dupla memóriakártya foglalat, mert Murphy törvénye szerint, ami el tud romlani, az el is romlik. És egy olyan munkánál, amit nem lehet megismételni, ott azon nyomban elő kell venni egy másik gépet, egy másik objektívet, hogy folytatni lehessen a munkát. Nagyon fontos az, hogyha valaki elkezd fotózni, és megtalálja magát valami stílusban, akkor hozzá megfelelő felszereléseket vegyen. Ha például valaki természetfotós, például mondjuk madarakat szeretne fényképezni, az például egy nagy látószögű objektíven nem sokra fog menni, ergo egy teleobjektívet kell vásárolni, tehát megfelelő munkához megfelelő eszközt kell venni, és a legmegbízhatóbbat. Amikor elkezdtem felkérésre fotózni, az első évben kaptam 2 olyan kritikát, ami nagyon megviselt engem lelkileg, és elgondolkodtam azon, hogy nem biztos, hogy én szeretném ezt. Viszont szerencsére nem hagytam abba, hanem még jobban utána néztem a dolgoknak, hogy hogyan lehetne másképp csinálni,
akár a helyszínen a fényképezést, illetve az utómunkába, illetve hogyan fényképezzek felelősség teljesebben, mind jellemileg, mind pedig felkészültségileg, technikailag. És a későbbiekben ehhez tartottam magam, és szerencsére az elmúlt 4-5 évben nem kaptam semmi kritikát, amire nagyon büszke vagyok, viszont ennek ellenére alázattal állok a szakma elé és a minden egyes fotózáshoz. Számomra a fotózás az abszolút szabadságot jelenti. Igazából ezért is kezdtem el, mert nem sok munkahelyen tudtam megmaradni. Nehezen viselem ezt a munkahelyi hierarchiát, amikor másoknak kell megfelelni, illetve fölöttem, alattam, mellettem magyaráznak, hogy mit, hogyan, mikor és merre csináljak, és ezt nehezen viseltem el. A fotózásban viszont általában, mivel ez egy úgymond egy művészeti ág, így abszolút rám bízzák azt, hogy az én elképzelésemre bízzák a fényképeknek az elkészítését, a határidőimet is én mondom meg magamnak, és utána ehhez tartom magamat, illetve nem szeretek korán kelni. A szabadságon kívül a fényképezés számomra még azért is fontos, mert gyakorlatilag az utókornak örökítek meg számomra és mások számára fontos pillanatokat, és amikor ezeket a fényképeket átadom, és látom az arcukon azt a meghatódást, vagy hogy mennyire elégedettek, vagy hogy mennyire tetszik nekik, az a pillanat, amit én lefényképeztem, az számomra így mindent megér.